Sziasztok! Pető Attila vagyok, a Kressz professzor. Ebben az új sorozatban, aminek az a címe, hogy Végre értem a Kresszt, elsősorban azoknak szeretnék segíteni, akik sikeres Kressz vizsgát kívánnak tenni, de mint mindig, természetesen azoknak is, akik már régóta vezetnek és úgy érzik, egy kicsit megkopott a Kressz tudásuk. Mivel ez egy sorozat, és ha nem akartok lemaradni a többi filmről se, ezért javaslom, hogy mindenképpen iratkozzatok fel a Kressz TV csatornájára, lájkoljátok azt, és így minden friss hírről időben értesülni fogtok. Ezen felül, hogyha Budapesten vagy Budapesthez közel laktok, és autós iskolát kerestek ti, vagy ismerőseitek, akkor nyugodt szívvel ajánlom a Mosolyzón autós iskolát, ahol személyesen én tanítom meg a Kressz valamennyi fortéját. Gyertek, tanuljatok velem együtt, illetve aki távolabban, annak jó szívvel ajánlom a könyvemet, Készüljünk a Kressz vizsgára címmel, ez egy rendkívül jó segítség ahhoz, hogy sikeres Kressz vizsgát tegyetek. Úgyhogy gyertek, nézzétek a sorozatot, tanuljunk együtt! A Kressz tanfolyamra érkező tanulók gyakran azt mondják, hogy ó, tanár úr, könnyű helyzetben vagyok, mert az összes táblát ismerem. Hát ilyenkor egy kicsit csóválom a fejem, hogy vajon így van ez? Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a Végre értem a Kressz sorozatban, bizony külön fejezetekben, külön filmekben egy kicsit foglalkoznék a közúti jelzőtáblákkal, hiszen az a tapasztalatom, hogy csak azt hisszük, hogy ismerjük az összeset és ismerjük a jelentését. Úgyhogy ma kezdjük először a veszélyjelzőtáblákkal. Könnyű felismerni, hiszen a legtöbb veszélyjelzőtábla piros talpára állított háromszög. Felhívnám a figyelmet, hogy van még háromszögű tábla, az elsőbségadás kötelező, ami ugyanúgy néz ki, csak hogy éppen a csúcsánál, ne keverjük össze. Tehát piros, háromszögű talpára állított tábla, és ami a lényeges, hogy olyan jelzés nincsen, hogy piros háromszög, és nincs benne semmi, tehát a veszélyjelző táblákban, a háromszögben mindig megjelenik valamilyen piktogram, ami az adott veszélyre figyelmeztet. Mielőtt végigmennénk ezeken a jelzéseken, azért hagyj hívjam fel a figyelmet, hogy a veszélyjelző tábláknak pont az az értelme, hogy egy lehetséges veszélyre, egy váratlan helyzetre felhívja a figyelmet, és teljesen jogos ilyenkor a kérdés, hogy de akkor mit csináljak? Talán ki is emelném a vadveszélytáblát, hiszen rengetegszer megkérdezik, hogy jó, ott van egy táblában egy ugró szarvas, mi a fenét csináljak? Álljak meg, ne is menjek tovább, nyilván ez azért nem várható el az autósoktól, de én úgy gondolom, minden egyes veszély esetén a veszélyre való felkészülés az autóvezető kötelezettsége. Tehát nyilván ne akkor tekergessük a rádiót, ne akkor harapjunk bele a szendvicsünkbe, vagy babráljunk a telefonnal, hanem mondhatom azt, hogy fokozottan figyeljünk arra, hogy veszély közeledik. Tehát az az elcsépelt szlogen, hogy fokozott óvatosság, sőt hozzáteszem, hogy mérsékelt sebesség bizony elvárható minden egyes olyan helyzetben, amikor veszélyjelző táblát pillantunk meg. Tehát magyarul az átlagosnál fokozottabban figyeljünk, és a javaslatom az, hogy vegyük le egy kicsit a tempónkat, hiszen így tudunk felkészülni a veszélyre. Természetesen a közút kezelői, tehát a jelzőtáblák kialakítói is tudják azt, hogy egy veszélyre fel kell készülni, ezért a veszélyjelző táblákat soha nem a veszély helyére helyezik el, hiszen amikor azt észreveszem, bizony már késő, úgy is mondhatjuk, hogy az összes veszélyjelző tábla egyfajta előjelző tábla. Már az előző filmben is említettem, hogy például az elsőbségadás tábla alá kiteszik, hogy 100 méter, akkor ez azt jelenti, hogy az elsőbségadás tábla majd 100 méter múlva jelentkezik. A veszélyjelző táblának nincs előjelző táblája, mert maga a veszélyjelző tábla egy előjelző tábla, és ha figyelmesen elolvassuk a Kresszt, akkor rögzítés a szabály, hogy a veszélyjelző táblákat mennyivel előbb helyezik el. Nyilván ez azonban a kialakult vagy a megengedett sebességtől függ, tehát minél lassabban megyünk, annál közelebb lesz úgymond a veszély, ha pedig gyorsabban mehetünk, akkor annál nagyobb távolságot hagynak arra, hogy felkészüljünk erre. Egész pontosan úgy fogalmaz a Kressz, hogy lakott területen belül 50-100,
lakott területen kívül 150-250, autópályán pedig 250-500 méter múlva következik a veszély, tehát azért van egy kis időnk arra, hogy felkészüljünk. Esetleg lakott területen belül szoktam olyat látni, hogy a veszélyjelző tábla alá teszik például, hogy 30 méter. Például olyan sűrűn vannak az egyenrangú kereszteződések, hogy a távolság nem éri el az 50-100 métert, ilyenkor alá teszik, hogy 30 méter, értelemszerűen azt jelenti, hogy ilyenkor a veszély 30 méterre várható. Nagyon érdekes, és sajnos a kereszt nem foglalkozik vele, ezért még a gyakorlott vezetők sem tudják, hogy maga a veszély oké, egy táblán szerepel, de milyen távolságba számolhatunk például arra bizonyos vadveszélyre. Hát a legtöbb esetben ezt úgy oldják meg, hogy beletesznek egy számértéket két nyíl közé a kiegészítő jelzésbe, és akkor ez például azt jelenti, hogy csúszós úttest várható lakott területen kívül 150-250 méter múlva, és ez a csúszós úttest rész 500 méteren keresztül fennáll, tehát ezt a jelzést, ezt így kell értelmezni, hangsúlyozom még egyszer, lakott területen kívül. De a forgalomszervezési szabályzásokban pontosan rögzítik azt, hogyha a veszély 100 méternél hosszabb távon áll fenn, akkor ezt a kiegészítő táblát el kell helyezni a háromszögű tábla alá. Ebből viszont mi következik? Hogy alaphelyzetben, ha nincs kiegészítő érték, akkor maximum 100 méteren keresztül számíthatunk a veszélyre. Tehát ezt jóhiszeműen a jogszabály alapján ezt gondolhatjuk, sőt, azt is rögzíti a szabály, hogyha a veszély mondjuk 1 kilométeren túl is fennáll, láttam már olyat, hogy vadveszély 3 kilométer, akkor bizony ezt 1 kilométerenként meg kell ismételni, hiszen az emberi agy felejt, nem várható a vezetőktől, hogy 2-3 kilométer múlva is emlékezzenek, hogy itt bizony még egy veszélyjelző tábla érvényben van, tehát kilométerenként ilyenkor meg kell ismételni. Külön felhívnám a figyelmet, és olyan 11 éve szerepel csak a kreszben, tehát sokan esetleg nem tudják, hogy a gyermekek veszélyjelző tábla alatt, hogyha két nyíl között egy távolság van, akkor ez azt jelenti, hogy ezen az útszakaszon, mutatja a távolság, csak 30 km/h maximális sebességgel szabad közlekedni, tehát ez a jelzés egyfajta sebességkorlátozás is. Állítólag nem alkalmazzák, mert jogos, ha egy külföldi Magyarországra jön, ő nem ismeri ezt a szabályt, tehát sokkal praktikusabb lenne a gyermekek táblával együtt elhelyezni a sebességkorlátozást, de én tudtam fotózni, ismerek olyan helyet, ahol mégis van ez a tábla, és bizony akkor ez azt jelenti, hogy itt csak 30-al mehetünk, tehát ezt mindenképpen hangsúlyozom, illetve vizsgán ez egy konkrét kérdés, tehát a kereszt vizsgán ezzel találkozhatunk is. És akkor nézzük a veszélyjelző táblákat, és én egy kicsit csoportosítottam is, így talán könnyebb lesz megjegyezni a tartalmukat. Először az út kialakításával kapcsolatban jelzett veszélyekről beszélnék. Veszélyes út, kanyarulat balra-jobbra, egyébként a piktogramok nagy része egyértelmű, egy-két olyan pici szabály van, amit azért érdemes mögé tenni, illetve tudni, főleg azért, mert vizsgán is kérdezhetik, ennél a táblánál, tehát arra készüljünk, hogy erősebb kanyar következik. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy ezeknél a helyeknél érdemes a sebességet visszavenni, mert elképzelhető, hogy a megengedett sebességgel nem fogjuk tudni bevenni a kanyart. Népszerű néven S-kanyarnak hívjuk ezt a jelzést, hivatalosan egymás utáni veszélyes útkanyarolatoknak hívjuk ezt a táblát, és sokan talán nem is vették észre, értelemszerűen a tábla mutatja, hogy a kanyarok merre következnek. Láttam már olyan jelzést, hogy S-kanyar, és alá volt írva, hogy 5-ször, tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan ide-oda kanyargó úton fogunk közlekedni. A következő jelzés szerintem egyértelmű, veszélyes lejtő, illetve veszélyes emelkedő, ami egy pici zavart okozhat, hogy balról vagy jobbról értelmezzük a lejtőt, illetve az emelkedőt, hát úgy, ahogy a számokat ezen olvasjuk, tehát az első jelzés a lejtő lesz, míg az emelkedő felirat fogja az emelkedőt jelezni, és bele szokták rajzolni azt, hogy hány százalékos az emelkedő, tehát körülbelül fel tudunk arra készülni. Mit tudunk csinálni? Lejtőn érdemes visszakapcsolni, hogy motorfékkel tudjunk közlekedni, illetve akár emelkedőn is, hogy fel tudjunk hajtani. Például havas úton azért nagyobb energia kell ahhoz, hogy felmenjünk, tehát érdemes ezt a táblát ilyen esetben komolyan venni, sőt, emelkedőn számítsunk arra, hogy lassabban haladó, nagyobb méretű járművekkel találkozható,
tartunk, tehát erre is felhívja a figyelmet ez a jelzés. Tehát ez, amit mondtam, hogy a veszélyjelző táblában mindig lehetséges valami többletinformáció, amire érdemes gondolkodni, vagy gondolni. Az útszűkület tábla mutatja, hogy az útes szélessége az előző szakaszhoz képest csökken, csökkenhet szimmetrikusan, csökkenhet egyik oldalról, ilyenkor a kitérés szabályára kell például figyelni, ha szemből jön valaki, akkor kinek is lesz elsőbsége, tehát jó figyelni ezt a jelzést. Nem megszokott esemény az úton, így hívom a következő veszélyjelző táblákat. Az elsőn két oda-vissza nyíl látható, ezt egyébként sokan nem tudják a vizsgálni, ez mit jelent. Tábla neve az, hogy szembe jövő forgalom, ezt még valahogy bemagolják, de aki nem vezetett még, el sem tudja képzelni, hogy miért tesznek ilyen jelzést, hiszen mindenhol jönnek szemből, na ez az, ami nem igaz. Hiszen például egyirányú utcában nincs szembeforgalom, és az egyirányú utca folytatása, ha kétirányú, akkor szokták kihelyezni ezt a táblát. Vagy láttam már olyat, hogy autópályáról lehajtunk, ami kvázi az én oldalam egyirányú, és akkor a lehajtó után jön egy kétirányú szakasz, és ott figyelmeztetnek arra, hogy bizony, itt már lehetséges szembejövő forgalom. Múltkor feltette valaki a kérdést, hogy egyirányú utca tábla után fényképezett egy ilyen szembejövő forgalmat, hogy ez így értelmetlen, mert ha egyirányú, hogy lehet szembejövő forgalom? Na, ez az olvasónk, vagy fényképezőnk felejtette el azt a szabályt, amit az elején mondtam, hogy a veszélyjelző táblát mindig a veszély előtt helyezik el. Tehát az egyirányú tábla után szinte közvetlenül ki lesz téve a szembejövő forgalomjelzés, az azt jelenti, hogy majd 100 méter múlva, azaz a következő kereszteződés után számolhatunk szembejövő forgalomra, tehát ez nem ellentmondás. Kompátkelés vagy nyitható híd a következő veszélyjelző tábla. Én ezen gondolkodtam, hogy mi ebben a veszélyes, sokkal inkább tájékoztató tábla. Ha valakinek van ötlete, akkor kérem, hogy írja meg, én ezt olyan nagy veszélynek nem látom. A következő már viszont reálisabb, Budapesten a rakparton például el van helyezve rakpart vagy meredek part, tehát ez azt jelenti, hogy az út vízpart vagy szakadék mellett vezethet, itt azért az iránytartásra érdemes odafigyelni. Na, két jelzés jön, amit rendszeresen kevernek a tanulók. Az egyik a bukkanó, vagy dombocskák, ami azt jelenti, hogy domborzati viszonyok miatt a kilátás korlátozott. Ne felejtsük el, hogy bukkanónál előzési tilalom és megállási tilalom is van, tehát ezt a jelzést ezért is érdemes felismerni. A másik tábla nagyon hasonló, két huppanó van egymás mellett, és bizony van a vizsgán ilyen kérdés, és sokan beírják válaszként, hogy ez kettős bukkanó, mintha két dombocska lenne egymás után, de nem, ennek a táblának az a neve, hogy egyenletlen úttest. Egyébként, ha két dombocska van egymás után, az úgy jelölik, hogy a bukkanó tábla alá arra rajzolják, hogy kétszer, vagy bukkanó 200 méteren keresztül, ilyen jelzést is láttam már. Tehát még egyszer, a két púp az egyenletlen úttest, például rossz minőségi útra mentem, egy jó aszfaltozott útról egy kevésbé jóra hajtottam rá, ahol szintén érdemes lassítani a járművet, illetve ne felejtsük el, hogy ilyen táblát alkalmaznak az úgynevezett fekvőrendőrök esetén, akkor ez hivatalosan ezt sebességcsökkentő bordáknak, küszöböknek nevezi, ezt sem árt tudni, tehát ilyen táblát látván is érdemes a járművemet lelassítani. Csúszós úttest, szerintem beszédes a piktogram, mutatja, hogy az úttest erősen csúszósá válhat, ami lehet esetleg pusztán az aszfalt kialakítása miatt is, vagy esetleg az aszfaltra felhordott porréteg vagy finom kavicsréteg miatt is, ilyennel is találkoztam már, de természetesen fokozottan ilyenre akkor kell figyelni, ha például esik az eső, mind a mellett, hogy kiegészítő táblán szokták ezt jelölni, hogy esőben csúszik az út, ha valaki nem tudná, igen, esőben jobb. Jobban csúszik az út, tehát érdemes erre is figyelni. Nyilván itt megint a lassítás jöhet számba. Kavics felverődés a következő tábla jelentése. Amit tudok tanácsolni ilyen helyen, ilyen táblához érkezve, érdemesebb nagyobb követési távolságot tartani, hiszen az előttem lévő jármű a laza útszerkezet miatt földobálhatja a kavicsokat, ami esetleg a szélvédőmön landol, és az nem lesz kellemes. Tehát kavics felverődésnél érdemes a nagyobb féktávolság, mint ahogy a kőomlás tábla esetén is. Egyrészt nagyobb féktávolságot tudok itt is javasolni, másrészt sebesség csökkentés. Hegyi útakon közlekedve, Pilisbe, ha megyünk át Visegrádról, Pilis-Szent László fele, sok helyen ki van téve ez a tábla, bizony arra kell számítani, hogy itt váratlanul kő kerülhet az útra, amit azért időben tudni kell kikerülni.
mély repülés tábla, egyszer megkérdezte valaki, de mit érdekel engem, hogy jön a repülő a fejem fölött? Hát, ha hallott volna repülőt közelről a fejem fölött, akkor tudná, én már ijedtem meg Budaörsnél egy fölöttem alacsonyan elzúgó repülőgép miatt, úgyhogy érdemes erre felkészülni, hogy ne lepődjünk meg. Mint ahogy az oldalszél jelzőtáblát is az vesz igazán komolyan, aki már nagytestű járművet szélben vezetett, hiszen a szél a nagytestű járművet könnyebben dobálja. Például egy szélcsendes útszakasz után kiérünk egy nyitott útszakaszra. Nagyon hasznos ez a jelzőtábla, figyelhetünk arra, hogy vigyázat, erős oldalszél lehet, érdemes csökkenteni a sebességet, és ha szerencsénk van, akkor még ilyen szélmérőt is kihelyeztek az út mellé, és akkor az is segít, ha más nem a szél irány, illetve erősségének megállapításában. A veszélyjelző táblák következő csoportjának azt adtam címként, hogy valakik vagy valamik az úton, tehát valami jöhet úgy az úton, ami kellemetlen lehet számomra. Ilyen a gyalogos átkelés tábla. Hangsúlyozom, ezt a jelzőtáblát nem közvetlenül a gyalog átkelő hely előtt helyezik el, hanem jóval előbb, 50-100 vagy lakott területen kívül 150-250 méteren belül a gyalog átkelő helyet a kék tábla jelzi, tehát ez tulajdonképpen egy gyalog átkelő hely előjelző tábla. A gyermekek tábláról már beszéltem, itt önmagába láthatjuk, természetesen az azt jelenti, hogy figyelni kell fokozottan gyermekek lelépésére, aki figyelmesen közlekedik, tudja, iskolák, óvodák környékén rendszeresen találunk ilyen jelzést, tehát itt érdemes a sebességet csökkenteni, esetleg fékkészen létben közlekedni, és ne felejtsük el, még egyszer megismételném, ha a tábla alatt számértéket látunk két nyíl között, akkor ez egyben 30 km/h sebességcsökkentést is jelent. A gyalogosok táblát általában ott helyezik el, ahogy nincs például új járda az út mellett, vagy az úttest mellett. Ilyenkor arra kell számítani, hogy az úttesten közlekednek gyalogosok, érdemes erre figyelni. Egyébként hozzáteszem, hogy a veszélyjelző táblákkal nem mindenhol találkozhatunk. A táblával kapcsolatos jogszabály részletesen leírja, hogy például ilyen jelzést hol kell elhelyezni. Tehát azért két település között csak úgy az úton nem lesz elhelyezve, hiszen ott nincs járda, gyalogos meg bármikor jöhet. De ahol nagyobb esély van, mondjuk egy járda vége után, hogy gyalogosok az úttestre mennek, ott találkozhatunk ezzel a jelzéssel. Mint ahogy a következő táblával is, ahol kerékpárosok közlekedésére hívják fel a figyelmet. Tipikus példa, amikor kerékpárút fut az út mellett, és a kerékpárút egyszer csak véget ér, kerékpárosok kénytelenek fölmenni az úttestre, és ilyenkor helyezhetik el ezt a jelzést, hogy fokozott kerékpáros forgalom, amikor érdemes rájuk figyelni. Ha pedig két nyillal rajzolják ezt a táblát, értem, szóval azt jelenti, hogy a keresztező forgalom jelentős, tehát például a kerékpárút keresztezi a forgalmat, vagy a főútvonal mellett párhuzamosan egy olyan rész van, ahol a kerékpárosok részére elsőbségadás tábla is mutatja, elsőbséget kell adni, ott alkalmazzák ezt a jelölést. Hát már beszéltem a vadveszélytábláról, vagy a tehénveszélytábláról, ami természetesen azt jelenti, hogy házi állatok megjelenésével fokozottan számolni kell. Ilyen táblák esetében hangsúlyozottan érvényes a fokozott óvatosság. Természetesen nem tudjuk megakadályozni, főleg vadállatok esetében a váratlan ütközés, de legalább valamennyire felkészülünk rá. És hát sokszor mondják, ha van tábla, és jött a vad, akkor viszont kellemetlen helyzetben lehetek, mert lehet, hogy a vadásztársaság nem téríti meg a vadkárt, azért ez nem ilyen egyszerű téma. De úgy gondolom, ha nincs ilyen tábla, és jön a vad, akkor mi leszünk előnybe. Tehát ennél a jelzésnél hangsúlyozom még egyszer, a fokozott óvatosság és a mérsékelt sebesség elvárható. Következő táblánál egy villamost látunk háromszögű táblában, ritkán helyezik ezt a jelzést. Ha lenne egyenrangú kereszteződésben villamos, akkor ezt kötelező lenne elhelyezni. A villamosos filmemben megnézhetitek ennek a magyarázatát, elmondtam. Mivel ilyen ritkán van, ezért időnként olyan helyen, ahol váratlanul találkozhatunk villamossal, elhelyezik ezt a táblát, de nem olyan sokszor. Illetve külön felhívnám a figyelmet az úton folyó munkák táblára, amikor egy bácsi sódert lapátol a tábla alapján, nagyjából ezt szerintem mindenki tudja, hogy itt dolgoznak az úttesten vagy mellette, a lassítás itt is érvényes, illetve a fokozott óvatosság, de kihangsúlyoznám, hogy ne keverjük össze az útzár táblával. Sokan úgy gondolják, hogy ez is ilyen útfelbontásra vonatkozik, de nem igaz. Az útzár egy speciális telepítés tulajdonképpen, rendőrök ilyen eszközzel szokták a forgalmat mondjuk egy parkoló helyre, ahol ellenőrzés van, beterelni.
Illetve a legfiatalabb veszélyjelző tábla, ha jól számolom, 12 éve szerepel a Kresszben, a torlódás, a Stau tábla, amikor is forgalmas útszakaszon alá lehet számolni, hogy itt jelentős torlódás van, talán megint csak nem kell kihangsúlyoznom, hogy itt a sebesség csökkenése és persze a fokozott óvatosság maximálisan elvárható, illetve itt a nagyobb követési távolság is egy fontos követelmény. Következő veszélyjelző táblacsoport valamilyen formában elsőbségre hívja fel a figyelmet, például, hogy a közelben forgalomirányító fényjelző készülék lesz. Hozzáteszem, nem minden kereszteződésben látunk ilyen előjelző táblát, főleg a városban, de például a lakóterületen kívül egy védett úton váratlanul van egy lámpás kereszteződés, ott mindig el fogják helyezni, tehát érdemes erre figyelni, hogy hopp, lassítsunk, mert lehet, hogy a lámpa, mire odaérünk, pirosat fog mutatni, és akkor meg kell állni. Az X tábla az egyenrangú utak kereszteződését jelzi, sok helyen alkalmazzák, de nem mindenhol ez sem, tehát ne feltételezzük azt, hogy csak ott lesz egyenrangú kereszteződés, ahol elhelyezik a táblát, ezt is inkább ott, ahol mondjuk eddig védett út volt, és innentől egyenrangúra lehet számolni, vagy pedig egy hosszú úton van egyetlen egy kereszteződés, rosszul észrevehető, akkor szokták kitenni ezt a jelzést. Útkereszteződés alárendelt úttal, hát elmondom, szakmai berkekben csak rakétatáblának szokták hívni. Fontos információ, mert azt jelzi, hogy nyugodtan mehetünk, mert a keresztező úton nekünk fognak elsőbséget adni. Nem főútvonalat jelent ez a tábla, sőt, ezt a jelzést olyan helyen alkalmazzák, ahol kimondottan nem jelölték ki főútnak a védett utat. Itt ez azt jelenti, hogy a következő kereszteződésben elsőbségem lesz. Hozzáteszem, ismerek olyan helyet, hogy a következő ilyen, de az azutáni már egyenrangú, tehát ismeretlen helyen azért óvatosan közlekedjünk. Nem jelenti ez a tábla azt, hogy folyamatosan minden kereszteződés védett lesz. Kimondottan csak az ezután elhelyezett kereszteződésben lesz elsőbségünk, ez a biztos. Elképzelhető, hogy utána is, de ez a biztos, illetve láthatjuk itt a kiegészítő jelzések mutathatják, ha nem derékszögben torkollik be az alárendelt út, illetve úgynevezett hasonló, mint a kanyarodó főút, szintén elhelyezhetik ezt a táblát. Vasúti átjárókat is veszélyjelző táblákkal mutatják meg nekünk. Értelemszerűen vasúti átjáróban külön meghatározza a Kressz a fokozott óvatosságot, tehát itt is érdemes lassítani, hiszen fel kell arra készülni, hogy bizony minimum körül kell nézni, hogy észleljük, hogyha esetleg vonat érkezik. A füstös vonat táblánál ugye az az értelme a jelzésnek, hogy sorompó nélküli vasúti átjáró, se fénysorompóra, se karossorompóra nem kell számítani. Egy érdekes sztorit hagyd mondjak el, most olvastam, hogy mai fiatalok már fogalmuk sincs mi az, hogy füstös vonat, nem tudják jól értelmezni ezt a táblát, úgyhogy van egy új kezdeményezés, hogy a Kresszbe ezt módosítsák egy elektromos vezetékkel ellátott mozdonnyal. Érdekes dolog. Hát nekem ez egyértelmű, de elképzelhető, hogy a fiatalok ezt már nem tudják értelmezni. És lehet látni azt a variációt, amikor aláteszik a lencsét, ami azt jelenti, hogy fényjelzőkészülékkel biztosított vasúti átjáró, illetve lehet a kerítésnek becézett tábla, ami mutatja azt, hogy teljes vagy félsorompó van, illetve a félsorompó alá mindig oda teszik a lencsét, hiszen azt kiegészítik ugye fénysorompóval is. És itt a bizonyíték, hogy nem csak háromszögletű veszélyjelző táblák vannak, hiszen a veszélyjelző táblák közé soroljuk be a vasúti átjárót előjelző táblákat. Meséltem róla, hogy a veszélyjelző tábla is előjelző, de biztos, ami biztos, többször előjelzik, tehát még egyszer mondjuk lakóterületen kívül 250 méterre van a háromszögű tábla. Utána jön a három csíkos, a kettő csíkos, az egy csíkos, visszaszámláló tábla, általában egyenletes távolságban, és végül az András kereszt nevű vasúti átjáró kezdete elnevezésű tábla jelzi az, hogy ténylegesen itt a vasúti átjáró, ezért nem értem egyébként, hogy nem lehet észrevenni egy vasúti átjárót, amikor ennyi jelzés mutatja, plusz még esetleg ott a biztosító berendezés is. Illetve szintén nem olyan régen szerepel a Kresszben a körforgalmat előjelző tábla, szintén ezt a háromszögű táblát nem közvetlenül a körforgalomban látjuk, arra van egy kék kerek színű jelzés, hanem ezt is azt megelőzően helyezik el. Nyilván ezt is olyan helyen, ahol nem biztos, hogy körforgalomra számítunk. És hogy a szabályalkotók fantáziája véges, és hogy ne kelljen annyi piktogramot megjegyezni, ezért van egy úgynevezett összvér megoldás, a háromszög benne egy felkiáltó jellel, aminek az a neve, hogy egyéb veszély. Hát persze gondolkozhatnánk, hogy mi ez az egyéb veszély, ezért segítenek nekünk, alárajzolják, ugye
például a nyomvájus útszakaszt, ahol a buszok, teherautók kiválták a nyomot, és bizony ott óvatosabban kell közlekedni, vagy például jelzőrt ilyen jelzéssel jelölik, amikor akár építkezéseknél, akár esetleg vasúti átjárónál jelzőrrel találkozhatunk, illetve a kedvenc táblám, amikor megváltozott a forgalom, és aláírják, hogy forgalmi rend változás. Persze az igazi kedvencem, amikor csak azt írják alá, hogy FRV, és akkor lehet találgatni, mit jelent. Tehát például eddig egyenlagú kereszteződés volt, most védett kereszteződés lett, ott helyezhetnek el ilyen jelzéseket. Hát nagyon sok mindent lehet a veszélyjelző táblákkal kapcsolatban elmondani, láthattátok, hiszen rengeteg ilyen jelzés van. Akik lesz vizsgára készül, bizony számoljon arra, hogy akár 3-4 ilyen feladvány is lehet a vizsgán, és nem biztos, hogy csak azt kérdezik, hogy mi a tábla neve, nem véletlenül tettem hozzá ezeket a gondolatokat, illetve az életben haladva érdemes felfigyelni erre, sőt, kérlek benneteket, hogyha valami különleges, egyedi helyen kirakott veszélyjelző táblát láttok, küldjétek el nekem, jegyezzétek meg itt kommentba, vagy pedig a kresztv@gmail.com címre juttassátok el, és nagyon szívesen megnézem, közzéteszem ezt, és beszélgetünk róla legközelebb. Remélem hasznosnak találtátok ezt a részt is a sorozatban, a Végre ismerem, tudom a kresztnév című sorozatunkban, a Végre tudom a veszélyjelző táblák értelmét, és ha ez így van, akkor én nagyon örülök, mert ez a bizonyíték arra, hogy tudok segíteni. Külön örülök, hogyha emiatt sikerül a kressz vizsga, és persze akkor is, hogyha gyakorlatvezetőként olyan hasznos dolgokat tudtam mondani, olyan hasznos dolgokat tanultatok meg, ami által sokkal jobb, illetve sokkal biztonságosabb lesz a közlekedésetek. A sorozat folytatódik, gyertek legközelebb is, várlak benneteket szeretettel. Sziasztok!